Én a programot a kezembe kaptam, azzal kezdeném, és már felhívtam a feleségemet, hogy este 8 előtt ne is számítson rám, tehát szerintem elég kemény lesz. Nem tudom még, de idáig elég zsúfolt program lesz, és elég jó, hogy futunk, és most is sietünk a következő helyszínre. A nap Mári falván kezdődött, ahol a megyei tanácselnök köszöntötte Kovács Piroska nyugalmazott pedagógust, néprajzkutatót, abból az alkalomból, hogy Európa Nostra díjat kap, majd közösen sajtóértekezletet tartottak ebből az alkalomból. Nagy volt a mozgás a Márifalvi központban, az országos, a magyarország és helyi sajtó számos képviselője faggatta a jelenlévőket. Székelyudvarhely érintése után oklándi látogatás, majd számos falufórum szerepelt tegnap a tanácselnök programjában. Stábja is András kíséretében Bágyon, Peteken, Patakfalván, Hodgyában és Abránfalván vett részt egy-egy lakossági találkozón. Még ezen események előtt egy rádióadás is szerepelt az igencsak hosszú listán. Borbóly Csaba egyébként gyakori vendége az udvarhelyi Sztár Rádiónak, aktualitásokról számol be egy-egy interjú során, majd válaszol a hallgató kérdéseire. Itt nyílt alkalmunk kifaggatni Andrást, hogy miért is jelentkezett erre a lehetőségre. Kíváncsi voltam, mert mindenki a politikusokra szokott mondani ezt-azt, nincsenek megelégedve a munkáikkal, mindenki mondja, hogy jó, neki könnyű, mert ők politikusok, jól élnek, jól csinálják, nem dolgoznak semmit, csak dirigálnak az irodákból, innen-onnan, és gondoltam, hogy kipróbálom, hogy hallám, ha van ilyen lehetőség, akkor, hogy mit csinálok, egy napot végkísérem, és amúgy meg szerettem volna ismerni minden embert, mert megoszlanak a vélemények Borbóly Csaba elnök úrról is, és gondoltam, hogy én személyesen tudok tapasztalatot szerezni, sokkal többet számít, mint az, hogy mit hallanak, mit írnak az újságok, mit mond a média, és ezért volt az egész. Borbóly Csaba megyei tanácselnök nemrégiben indította a Töltsön egy napot velem címet viselő programot, amelynek célja az, hogy a megye lakói betekintést nyerjenek, miként zajlik az előjáró egy munkanapja. A résztvevők elkísérhetik az értekezletekre, tárgyalásokra, a beruházások átadására, miközben megvitatják együtt a meghozott döntéseket, feltehetik kérdéseiket a munkával és a megyével kapcsolatosan. Semmi titkos dolog nincsen, akár az irodában, akár itt a rádióstúdióban, akár egy átadáson, akár egy gyűlésen. Az csak jó, hogyha minél több Hargita megyei embernek betekintésre adódik lehetőség, mert örökké lehet jobban, hát ha kapok jó véleményeket, tanácsokat, illetve mindenféleképpen az a munka és azok az erőfeszítések, amelyet próbálunk kifejteni, annak látszik a nyoma, látszik a mindennapi kulisszatitka is, és azért emberek vagyunk és kíváncsiak, és érdeklődőek, hát azért szoktuk böngészni az internetet, azért szoktunk megnézni egy-egy sztorit, egy-egy dolgot, és ha erre van kíváncsiság, érdeklődés, akkor én szívesen állok elébe. Eddig több mint 50 személy jelentkezett, 6 ember már részt is vett egy-egy napon, beszámolóik megtalálhatók a borbolycsaba.ro honlapon, akár csak a programmal kapcsolatos információk, hiszen erre a továbbiakban is lehet jelentkezni.